Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelekció műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Elszenvedte első tavaszi vereségét a Kisvárda Mastergood. 50 kilométeren is olimpiai szinten gyalogolt Helebrant Máté. Major Tamást választották a Megyei Kézilabda Szövetség új elnökévé. A legkisebbekkel szeretteti meg a sportágat az Ovi Kézi program. 4 tengeren túli légióssal a döntőt célozza meg a Nyíregyháza Tigers. 20 ponttal kapott ki az Éllovas MTK-tól a nyíregyházi kosársuli. Elszenvedte első tavaszi vereségét a Kisvárda Mastergood. A labdarúgó NB2 20. fordulójában lejátszott mérkőzésen a várdaiak 1-0-ás félidei vezetés után 3-2-es vereséget szenvedtek a sereghajtóként érkező Saroksártól. Újtól ért a csapatot a magyaros betegség. A mérkőzés előtt arra hívtuk fel a srácoknak a figyelmét, hogy ugyanebben a hibába beleesett már az idén az első meccsen a Mezőkövest, majd azt követően az Alegerszegek, most ugye Vác ellen bukott el szintén, és hát ugye Soroksár az utolsó helyezett csapat volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy hiába intettük a fiúkat ettől a veszélytől, hogy óvtuk őket, nem sikerült tökéletesen megoldani, mert a Soroksár ebben a pillanatban még az utolsó volt, nyilván most már az előrébb ugrott a tabellán, és hát mi lényegesen más célokért küzdöttünk legalábbis a mérkőzés előtt. Na most a... Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy valahol ez a futball sajátossága, hogy bizony nem koncentrálunk, olyan nagyon nagy különbségek nincsenek, ez előfordul egyébként sokkal nagyobb csapatokkal is. A héten a tévé miatti felhajtás, mondhatom, a készülődés, talán egy picit a fiesta hangulat, mert azért mondjuk ki az igazat, azért nem minden mérkőzésre készül így a vezetőség, a város. És az is hozzátartozik, hogy a Soroksárban is egy extra motiváció volt, nekik minden mindegy volt. Tulajdonképpen látszik, az összeállításból is bedobták a 3 fiatalt, úgy jöttek el, ha már szereznek egy pontot, akkor nekik az nagyon jó. Hasonló volt a képlet, mint a tavalyi őszi első fordulóban a Csákvár ellen. Csákvár is úgy jött el, majd a mérkőzés alakulása lehetővé tette számukra a 3 pont megszerzését is, és azt kell mondjam, hogy az első fél időben ugye megszereztük a vezetést, de az a helyezésben egy különbség játékban nem mutatkozott meg. Nem éreztem a srácokon a tüzet, nem éreztem azt, hogy mindent beleadnának, mint a korábbi mérkőzéseken. Talán azért, mert lenézték egy picit a csapatot, úgy érezték belül, hogy jobbak, és kirázzuk ezt a győzelmet, az úgymond nem így van, és meg is büntetett minket a sors. Hozzátartozik, hogy amikor kijelentettek, akkor egy picit váratlan pofontként érte őket. Egész héten készültek a fiúk a pontugásokból. Szögletből, oldalszabadrugásból, majd sima közveri szabadrugásból. Ennek ellenére 3 gólt szerzett az ellenfél. Ez ebben az időben, ebben a tavaszi sorozatban nem volt jellemző ránk. Ez mind oda vezethető vissza, hogy koncentráció hiánnyal szenvedtek. És azok a játékosok, akik egyébként technikailag nem ütik meg a legjobbjainak a szintjét, ha nincsenek 150%-os koncentrációs állapotban, bizony akkor ezek a hibák előfordulnak. És most is azt kell mondjam, hogy ezek a játékosok lelkén száradnak ezek a hibák, ezek a gólok, de természetesen a csapat szenvedte ezt a vereséget. Hozzáteszem, hogy ennyire sokan ilyen gyengén még nem szerepeltek, nem játszottak ebben a sorozatban, és az 5. meccs egy természetes velejárója, hogy elszenvedtük az első vereségünket tavasszal. Lesz egy bajnoki szünet, túl vagyunk a tavaszi szezon 3. Összességében hogy értékeled ezt az 5 meccset, amelyen azért 4 idegenbeli meccsből 2 győzelem, 2 döntetlen a mérleg, amibe rondított most bele ez a hazai vereség? A szezon elején azt mondtuk, hogy talán nagyon sokan féltettek minket, hogy az első 4 meccs idegenben van. Én azt gondoltam, hogy nem baj, mert talán az idegenbeli játékunknak, a kontrának, illetve annak, hogy az ellenfél nem húzódik be bunkerba, jobban kedvez ennek a játékos állomnak ez a stílus, az idegenbeli játék, és nagyon féltem egyébként szakmailag attól, hogy a hazai pályán fogjuk-e megfelelő sebességgel járatni a labdát. Azt kell mondjam, nagyon jó volt a pályánk, ennek ellenére rengeteg hiba becsúszott, és most azért megmutatkozott az a hiányosságunk, amelyet ki kell javítanunk már a következő hazai mérkőzésre is. Bizony a visszaállt védelem ellen, ahol ilyen erős, masszív védők voltak, és a pontugásokkal, illetve egy-egy gyors megugrással még veszélyt is tudtak teremteni a kapunk előtt, azzal a csapattal meg fog jönni a bajunk a későbbiek során. Szerencsére már csak 4 hazai meccsünk van, mondhatom, mert bizony ez a társaság most nem tudja olyan sebesen
olyan kreatívan birtokolni a labdát, és tudja felépíteni úgy a támadást, mi is tette azt akár ősszel időnként, viszont az ősszeli csapat a labdabirtoklási fölény ellenére nem volt ilyen határozott, mint ami eddig megmutatkozott a elmúlt négy meccs során. Ennek a kettősségét kell majd egy jó egyvelegé alakítani. Természetesen vannak olyan játékosok, akikkel ezt meg tudjuk majd. Hozzáteszem, hogy hát most a hazai pályán azért illet volna, főleg a második fél időben, még a kiállítás előtt, olyan támadásokat vinnünk, mint azt megtettük az elmúlt néhány fordulóban, akár most Siófokon is. A játékosok túlzottan kényelmesek voltak, és csak azt tudom mondani, hogy ez a héten már látszott. A héten sajnos mi is hibások vagyunk, vezetők, el kell mondjam, mert az a fajta tapasztalatból megvan már, az a fajta fenyítés, ami egészséges és lázban tartja a játékost edzésen is, az a motiváció, az a néhány keményebb szó vagy inspiráció, ami edzésen szükséges, az most nem volt meg. Azt gondoltuk, négy meccs után most megérdemelnek egy picit, hogy saját akaratukból tegyék a dolgokat a meccsen, de magyarok, csak ennyit tudok mondani, nem profik. Tudomásul kell venni, ha a magyar játékos nem ütik napról napra, ez lesz az eredménye. Most ez az teljes szakmai stábnak intő példa, és egy nagyon jó vereség volt, amelyből okulni kell, és fognak is természetesen a játékosok is, és mi is. És a következő időszakban még egy ilyen hét, még egy ilyen néhány gyenge napos edzés nem fordulhat elő. Az utánpótláskorú futballistákat, kisvárdai focistákat a jövőben egy új módszer segítségével, a körver módszer segítségével készítik majd fel. Mit kell tudni erről a módszerről? Körver képzés az egy 42 országban segíti az ország labdarúgását. 31 éves utánpótlás futballista képző rendszer, ami globális. Nagyon sok szövetsége, mint például az ausztrál, az angol, a francia, a japán, az amerikai van kapcsolatban. Hát olyan csapatoknál van bent, mint a Manchester United, a Chelsea, a Real Madrid, a Bayern München, és talán két nevet említhetek meg, a Cristiano Ronaldo és Gerard Bale is ezzel a képzési rendszerrel tanult. Milyen kortól alkalmazható? Óvodáskortól, 4 éves kortól van programunk, és egészen a 60 éves korig, tehát a felnőtt korig tudunk képezni. Milyen pluszt ad ez a módszer a megszokott vagy a korábban alkalmazottakhoz képest? Hát a labdérintés szám növelését azt mindenféleképpen, ami átlagban 3-400 utánpótlás edzéseken, mi jóval ezer fölött tudunk, és mi nem csak kiváló futballistákat képzünk, hanem jó embereket, jó állampolgárokat is. Gyakorlatban hogy néz ki majd itt az együttműködés a kisvárdai csapattal? Egy 40 órás szerzést kötöttünk, amelynek az a lényeg, hogy az edzőket és a utánpótlás futballistákat is fogjuk képezni. Hát nagyon nagy hangsúlyt fektettünk az edzőknek a képzésére, elméletben és gyakorlatban, hiszen hogyha nem vagyunk itt, ami igazából heti egy alkalomra szól, a 40 órát így lebontjuk 8 alkalomra, és hogyha az edzőket tudjuk képezni, és ezt a szellemiséget tovább viszik, akkor természetesen nekünk is sokkal egyszerűbb és könnyebb dolgunk van, viszont ez az a fontos, hogy a játékosoktól mit látunk vissza. Az 50 kilométeres távon is teljesítette az olimpiai szintet Helebrant Máté. A korábban sérüléssel bajlódó gyalogló a szlovákiai Dudincében 4 órán belül idővel ért célba, így a hosszabb távon is rajthoz állhat a riói ötkarikás játékokon. Szerencsére most már teljesen épp vagyok, és 100%-os az egészségem is, szóval a felkészülésemben tényleg több sérülés is volt, novembert ki kellett hagyni, meg januárban is volt egy 3 hetes sérülésem. Január végén még úgy volt, hogy az 50 km-es versenyt kihagyjuk, de utána nagyon jól sikerült a február és március eleje, hogy mégis Józsbával úgy gondoltuk, hogy megpróbálkozunk ezzel a dudincei versennyel, ahol megrendezték ezt az 50 km-es magyar bajnokságot. És mivel vesztenivalóm már nem volt, mert 20 km-re már megvan az olimpiai szinten, ezért belevágtunk, és nagyon jól sült el, hiszen bőven az olimpiai szinten belül értem célba, aminek nagyon örülök. Mit kell tudni erről a versenyről, mennyire rangos, milyen volt a mezőny? Ennek a versenynek nagyon nagy hagyománya van. Több ország is itt rendezi meg az országos bajnokságát, így lesz ez egy nagy nemzetközi verseny is. Itt voltak Dél-Amerikából, Koreából, Japánból, Afrikából, egész Európából. Az én versenyszámomban 87 induló volt,
indult a 2012-es olimpiának az ezüstérmes gyaloglója, világbajnokok is gyalogoltak itt. Tényleg nagyon nagy mezőny volt, és ezért is értékes az a 16. hely, amit megszereztem. Mikor kezdted úgy érezni, hogy 50 kilométerről van szó, ami meglehetősen hosszú táv, hogy meglett az olimpiai szint? Hát egészen 35 kilométerig nagyon jól ment, aztán az utolsó 10-15 kilométer volt nagyon-nagyon nehéz. Sose versenyeztem még 50 kilométer, szóval nem tudtam, hogy mire számítsak. Megmondom őszintén, azt hittem, hogy egyszerűbb lesz, mert a 20 kilométer se egy rövid táv, de onnan azért mégis van 30 kilométer. És hát még egyszer mondom, 35-ig nagyon jól ment, ott még országos csúcson belül is voltam, viszont az utolsó 10 kilométeren több percet is veszítettem, ezen kell még javítani, de első nekifutásra ez nagyon-nagyon bíztató eredmény. Az olimpián ugye rajthoz állhatsz 20 és 50 kilométeren, kivitelezhető ez, tehát gyakorlatilag egy héten belül lehet-e kétszer olyat gyalogolni, hogy mind a két számban megfelelően teljesítsen valaki? Papíron indulhatnék 20 és 50 kilométeren is, de valószínűleg nem fogjuk ezt bevállalni, mivel egy hét van a két versenyszám között, és teljesen felesleges lenne, hogy egy 20 kilométer után egy 50 kilométert is bevállaljak. Valószínű vagy az egyiken, vagy a másikon fogok, de ezt még nem tudjuk Józsibával. Hogy néz ki az olimpiai hátralévő időfelkészülési program, és milyen versenyeken állsz még rajthoz? Valószínűleg már nem fogok sok versenyen elindulni. Még április végén lesz Békés Csabán a 20 km-es országos bajnokság. Ott elindulok, illetve még egy-két kisebb hazai versenyen, és utána már tényleg csak edzőtáborozni fogunk, és készülünk a Riói olimpiára. Új elnöke van a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kézilabda szövetségnek. Major Tamás elképzeléseiről a héten tájékoztatta a sajtóképviselőit. Ez évben Tesmeyer Gábor úr február 15-ével, tehát 2016. február 15-ével ugye lemondott posztjáról. Március 7-ére lett összehívva a rendkívüli ülés. A rendkívüli ülésen 21 tag szervezetünk részt is vett. Ott 19 igen és 2 nem tartózkodással engem választottak meg elnöknek. Még ezen a rendkívüli taggyűlésen ugye új elnökségi tagot kellett választani. A tagszervezetek teljes egyöntetően Baracsi Endre úr mögé álltak, és 21 szavazattal természetesen megszavazták. Majd utána a rendkívüli elnökségi ülésen Baracsi Endre urat alelnöknek választottuk. Az elnökségben más változás nem történt, a további régi tagok is ugyanúgy részt vesznek a munkában, mint ahogy eddig is tették. Az elmúlt évben, években több olyan kezdeményezés elindult, ami a sportág népszerűsítési szolgál, gondolok itt a Junior Kupára, Szabolcs Kupára, játékvezetők képzésére. Ezek mennek tovább a megkezdett úton? Mindenképpen szeretnénk folytatni. Láttuk azt, hogy érdeklődés van rá. Láttuk azt, hogy az utánpótlás létezik, és van kivel dolgozni, és látjuk azt, hogy a játékvezető képzésben is megindult az a folyamat, ami a fiatalitás felé viszi a mondani valót, úgyhogy mindenképpen szeretnénk mind a hármat folytatni a Huniort is. Ha ebben az évben már nem is tudnánk véletlenül bármi oknál fogva ezt véghez vinni, a következő évben mindenképpen pótoljuk. Népszerű sportágról van szó, nagyon sokat jelenten, akár férfi, akár női vonalon lenne egy B1-es csapat a megyének, a kisvárdai KC elnökeként milyen esélyt lehet arra, hogy a nagyon jó szereplő női csapat esetleg már ősztől az évvonalban szerepeljen? A tervek megvannak. Szeretnénk az, hogy egy NB1-es csapat is szerepelhessen Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből, dolgozunk ezen. Jelen pillanatban az elnökségi döntések az országosnál arról szólnak, hogy az első két helyezett fog valószínűsíthetőleg feljutni az NB1-ben. Jelen pillanatban az második helyen szerepelünk, de természetesen még a fontosabb mérkőzések most fognak jönni. Igyekszünk helytállni, és igyekszünk a legjobbat kihozni az egészből. A labdarúgás és a diáksport után a kézilabda mellett is elkötelezte magát. A megyei szövetség alelnökeként milyen tervekkel, elképzelésekkel vág neki a munkának? Igen, hát ez a sportvonal ez egyre erősödik az én életemben is, és valóban nagyon örülök annak, hogy most már a kézilabdában, a megyei kézilabda életben aktívan részt vehetek, most már úgymond hivatalosan is, mert nem hivatalosan, vagy ilyen félhivatalosan lényegében ott voltam, hiszen a korábbi rendezvényeken, amelyet a megyei kézilabda szövetség rendezett, legyen az akár bármilyen torna, vagy akár a bajnokságnak egy-egy mérkőzése, vagy például a Szabolcs Kupa az utánpótlás képzés egyik alappillére, amely legalábbis reméljük az egyik alappillére válik, vagy a Junior Kupa, szintén ott voltam már, és megtapasztaltam
azt a légkört, azt a hangulatot, ami a kézlabdát övezi, és most már aktívan hozzá is tehetek, legalábbis azon leszek, hogy hozzá tudjak tenni, hogy ezek a rendezvények a megyei kézlabda élet egy picit előrébb lépjen, egy picit szintet lépjen, mert azt hiszem, hogy az alapok kellőképpen le lettek rakva az előző elnökségnek az idején. És hogy a további tervekről egy pár szót mondjak, mindenképpen tervben van az, hogy ezeket a rendezvényeket folytassuk, tehát mind az utánpótlás képzést, a Szabolcs kupát, mind a Junior kupát, mind a játékvesztői képzést, a Jump programot tudjuk folytatni. Ezek azt hiszem, hogy olyan programok, amelyek mindenképpen arra hivatottak, hogy folytatásuk meglegyen. Ez természetesen attól is függ, hogy éppen milyen forrás oldalt tudunk ehhez majd párosítani, de a tervek közt természetesen szerepel, illetve szeretnénk majd új arccal is megjelenni, úgymond egyrészt a képzés, az utánpótlás képzés területén, az óvodákban, iskolákban szeretnénk megjelenni a kézilabdával, illetve szeretnénk tömegrendezvényeken is megjelenni. Erre például egy nagyon jó alkalom lenne, hogyha mondjuk a strand kézilabdában, az úgynevezett street handballba tudnánk egy lépést tenni, meg tudnánk jelenni. Ezt mindenképpen szeretnénk, meglátjuk, hogy sikerülnek a terveink. 17 csapat szerepel a megyei férfi, illetve női bajnokságban összesen. Vannak még fehérfoltok, ugye a kézilabda, az mind minden más sportághoz létesítményre, játékosokra, edzőkre, játékvezetőkre van szükség. Mit tud tenni a megyei szövetség azért, hogy minél kevesebb fehérfolt legyen a sportákban a megyében? Egyrészt a játéknak a népszerűsítés, azt hiszem, az a legalapvetőbb, illetve hogy valóban már az alapfokon, az alap az oldalakban, iskolákban már ez úgymond elérhető sportá váljon, úgyhogy ebben mindenképpen szeretnénk előrelépni. Másrészt pedig szeretnénk azt a hátteret, legyen az akár szakmai, legyen az akár infrastruktúrális háttér, valamilyen szinten javítani, amely mind a kézilabdához, mind pedig egyéb sportágakhoz szükséges, mert nem beszéltünk csak kézilabdáról, hogyha egy termet felújítunk, ez az minden más sportág szempontjából fontos, de természetesen ezek a fejlesztések, ezek megvalósítás előtt állnak, és igyekszünk ezekbe lépést tenni előre. A megyében elsőként Kisvárdán mutatkozott be az OVI kézi program, amelynek célja, hogy a legkisebbeknek is kedvet csináljon a sportákhoz. Igazából az én fejembe született meg az ötlet, hogy OVI kézit szeretnék, vagy hogy az OVI-sokkal szeretnék foglalkozni, és megkerestem az OVI foci alapítványt, ahol egy sportfejlesztő programjuk, vagy egy sportprogramjuk van, azáltal, hogy ugye műfüves pályákat csinálnak óvodákba, a foci programjuk már futott, és szerettek volna kézilabdát is, tehát kapóra jött nekik, hogy én bekopogtam, és aztán onnan indult, utána mentünk a szövetséghez, természetesen a szövetséget sem akartuk kihagyni ebből az egészből, ők is tártkarokkal várták, pont akkor akarták az OVI programot elindítani, felfejleszteni, kitalálni, hogy legyen, és akkor így kötetett meg egy három oldalú megállapodás. Igazából most jelen pillanatban én vagyok az óvodai programnak a vezetője, és nagyon friss a történet, mert hogy 10-akárhány óvodába voltam eddig, a cél az az 50 óvoda meglátogatása június elejéig, tehát a tavasz az elég erős lesz, és megyek az ország minden területére. És a cél az, hogy megismertessük a szivacslabdát, mivel hogy óvodásokról beszélünk, labdás játékok vannak, fogójátékok. Szerencsére az a tapasztalat, hogy az óvónők nagyon is tisztában vannak ezzel, és nagyon erőteljesen alkalmazzák az óvodában, és szeretetik meg már a gyerekeket a labdával. Ilyenek az eddigi tapasztalatok, ugye szó volt, hogy az OVI foci program már fut, hogy a kézlabdára mennyire vevők azok az intézmények, amelyeket eddig megkeresett? Azt hiszem, hogy nagyon vevők, és pont ez, amit én erőszeretettel mondok is nekik, hogy itt nem kézilabdáról van szó, itt labdás játékokról van szó, amit az óvónők már alkalmaznak is. Itt annyi van még, ami pluszban van, hogy a szivacskablát azt viszem magammal, és azt ott hagyom az óvodába, és annak általában az óvónők is nagyon örülnek, ami nekem nagyon biztató, mert ebben biztos vagyok, hogy a gyerekekkel is meg fogják szeretetni a szivacslabdát, meg fogják ismertetni a szivacslabdát. A cél az tényleg, hogy minél többen akarjanak majd menni iskolába és ott kézilabdázni. Ugye azokat a helyeket preferálom, vagy helyezem előtérbe, ahol a szövetségnek a kézilabdázi iskolában programja fut. Tehát azokban a városokban látogatok el. Én nagyon bízom benne, hogy egyre többen csatlakoznak ehhez, és minél több óvónővel tudom megszerettetni a szivacslabdát, és ezáltal a gyerekekhez is el fog jutni. Most Kisvárdán vagyunk, itt hogy nézett ki, hogy épült fel a napprogramja? Nagyon pozitív a nap, tehát pont ahogy ültem és láttam a gyerekeket, akár már a 3,5 éves gyerekeket is, hogy labdáznak, azt mondtam, hogy ez az etalon. Ilyen helyet még nem nagyon láttam és nem nagyon találkoztam. Valamilyen szinten minden óvodában beépítik a labdát, ugye, mert hogy ez nagyon fontos a gyerekek számára, hogy a labda az életük részévé váljon, mert hogy nagyon sok mindent fejleszt, és ez a tanulásukat mindent megkönnyít majd a továbbiakban. Itt
azt tapasztalom, hogy nagyon profi, és nagyon szakszerű tényleg, és nagyon jó a hozzáértés. A gyerekek már nagyon korán, tehát nem csak a nagy csoportosok, hanem már mondom a kis csoportosok, a középsősök is már labdás játékokat és labdás fejlesztéses foglalkozásokon vesznek részt. Tényleg nagyon pozitív, ahogy ott ültem, és néztem a gyerekeket, azt mondtam, hogy az én gyerekemet is ilyen óvodába szeretném vinni, és ilyen közegbe. Tényleg azt látom, hogy itt minden adott, tehát nagyon jó irányba megy ez az egész. Nagyon pozitív az igazgató úrnak az elképzelése, hogy ezt az egészet ő levázolja, és ez az egész, amik tervek itt vannak, a csarnok itt épül, tehát ez egy nagyon jó komplexum lehet, és nagyon örülök, hogy ilyen helyek vannak az országban. Több évtizede dolgozva a sportágban, mi a véleményed erről a programról, ami már a legkisebbeket, az ovisokat is igyekszik bevonni, igyekszik, hogy megszeretni a kézilabdát? Nyilván, hogy haza beszélek, tehát a sportág érdekeit képviselve úgy gondolom, hogy ez egy helyén való, ráadásul nekünk sajátos lehetőségünk van, tehát ilyen vertikum, hogy óvoda, általános iskola és középiskola szinte pár méterre egymástól, és jó létesítmény feltételek lesznek, ha felépül a csarnokunk, ez dőreség lenne nem kihasználni. A sportágak nagy harcot hívnak a gyerekek megszerzéséért. Mekkora előtt jelenthet az, ha esetleg a gyerekek már megismerkednek mondjuk a kézilabdával konkrétan. Nagyon fiatalon, 4-5 évesen, meg a szülők is látják, hogy esetleg a gyerekük elkötelezi magát már ilyen fiatalon egy sportág mellett. Óvaintek mindenkit, hogy itt bejön az óvodába a gyerek, és a végtermék rögtön egy válogatott kézilabdás. Tehát inkább azt fogjuk majd mi itt képviselni, hogy melyik korosztályban melyek azok a képességek, amelyek fejleszthetők. De úgy gondolom, hogy nem állunk ettől távol. Én is meglepődve láttam, hogy az óvónők azok abszolút napra kész felkészültek. Már a nagyon kicsi korú gyerekek, 2,5 éveseknek labdát adnak a kezükbe, tudnak velük bánni, elkezdenek alapvető képességeket fejleszteni, és ezt kell végigvinni, ehhez kell egy szakos felkészültség a rendszerbe nálunk, ami nekünk is kihívást jelent szakmailag, de úgy gondolom, hogy fel fogjuk tudni építeni. Négy tengeren túli játékos el a soraiban, a döntőt célozza meg a Nyíregyháza Tigers. A hazai amerikai foci bajnokság legmagasabb osztályában 6 csapat küzd majd az érmekért. Talán az elmúlt 5 év legerősebb keretével sikerül nekivágnunk. Nagyon bízom abban, hogy ez az eredményekben is meg fog mutatkozni. Idén 4 importjátékos áll rendelkezésünkre, és én azt gondolom, hogy a tavalyi elődöntős szereplést a minimális elvárás, hogy döntősre cseréljük. Hogyan sikerült ezt a 4 tengeren túli játékost Nyíregyházra csábítani? Pontosan vannak közöttük visszatérők is, tehát 2 régi és 2 új játékos erősíti majd a csapatot. Hogyan kerültek ide? Nagyon jó kapcsolatunk van a 2 már tavaly itt játszott játékosunkkal. Én azt gondolom, hogy ez a lojalitás ez nagyon jó példája annak, hogy a szakmai munka az jó irányba folyik Nyíregyházán, és ő maguk ajánlották a másik 2 játékosnak is Nyíregyházát, tehát igazából a jó hírünket vitték a világban. Nagyon fontos tény az, hogy a Darrell Tate, a running backünk idén nem a budapesti csapatot választotta, ahol tavaly játszott, hanem itt tette le a voksát. Én nagyon bízom abban, hogy vele együtt is, és Sam Clark irányító vezényletével is sikerül a bajnoki címet elhoznunk idén. Mennyivel lesz erősebb a bajnokság, mint tavaly, hiszen a többi csapat is erősödött, mindenütt nőtt a tengeren túli játékosok száma? Valóban 3 évvel ezelőtt, ha lehet azt mondani, Nyíregyháza divatot teremtett, egyfajta új szakmai irányt, egyre többen dolgoznak évről évre importokkal. Idén viszont a tavalyi import létszám közel a 3-szorosára ugrott a kiemelt ligában, így egy borzasztóan erős és látványos bajnokság lesz. Első hazai mérkőzésünk április végén lesz az NYSC pályán, és szerintem addigra, tehát az már a 3. bajnoki mérkőzésünk lesz, addigra már egy teljesen kiforrott és kiegyensúlyozott mezőny egyik olyan párharcát láthatják a nézők, amelyre szerintem mindenki örömmel kilátogathat. Az irányító Sam Clark először szerepel Európában, míg a futójátékos Darrell Tate a legutóbbi döntős Budapest Wolves csapatától érkezett a Tigrisekhez. Már tavaly Nyíregyházára szerettem volna igazolni, de akkor ez nem jött össze, viszont jó kapcsolat maradt a csapattal és az itt játszó amerikai játékosokkal. A holt szezonban úgy döntöttem, hogy ismét Magyarországra igazolok, és mivel tetszett a Tigers felépítése, szerkezete, a csapat által felvázolt jövőkép, valamint vonzott a kihívás, elköteleztem magam a nyíregyháziak mellett.
A két visszatérő légiós, Jamar Diaz és Caesar Harris a mezőny ismeretében bízik abban, hogy a szezon végén aranyérem kerül a nyakukba. Véleményem szerint dominálni fogunk a ligában. Miénk a legjobb védelem, a legjobb támadósor, nálunk játszanak a legjobb elkapók. Nagyon erős a keretünk, így bízom benne, hogy megszerezzük a bajnoki címet. Az alapszakasz 5 meccséből 2 idegenben, 3 hazai környezetben lép majd pályára a Tigers. A nyitófordulóban április 3-án a Miskolc Steelershez utaznak a nyíregyháziak, akiket április 24-én a Budapest Wolves ellen láthat először az NVSC pálya közönsége. Hazai pályán 20 pontos vereséget szenvedett az Illovas MTK Budapesttől a nyíregyházi kosársuli, a fővárosiak 78-58-ra verték Farkasinszky Gyuláni együttesét. Minden tekintetben az átlagkorban is sokkal rutinosabb csapat érkezett, magasságban is sokkal jobb szerkeződő csapat érkezett, tehát alapvetően nem voltunk egy súlycsoportban az MTK-val, természetesen megpróbáltuk megnyerzíteni a dolgokat minden téren. Talán, hogyha pontosabban dobunk, és azok a helyzetek, amik most nem befelestek a gyűrűbe, azok beesnek, akkor talán lehetett még egy szorosabb mérkőzést játszani, de az MTK szerintem nem igazán fogja tudni ebben az évben senki megverni. A játékosok közül ki volt az, aki felvette a versenyt a fővárosiakkal? Hát sajnos továbbra is csak a Pap Claude és a Farkasinszkós, hogy az, aki ezt a ritmus és ezt a stílus tudja kosárlabdázni. A többieknek én úgy gondolom, hogy talán évekre lenne szükségük ilyen kemény csapatok ellen, hogy hozzá tudjunk szokni ehhez a gyorsasághoz, ehhez a keménységhez. Hát azok, akik kín voltak, azok egyértelműen mindenki megállapította, hogy ez egy igencsak agresszív, kemény, sok esetben talán még a durvaságba is átmenő kosárlabda volt, de emellett nagyon sok szép dolgok ott lehetett látni, és ami jó volt ebben a mérkőzésben, hogy nagyon sok olyan technikai és taktikai dolgot lehet megvalósítani a pályán, amit esetleg az előző mérkőzéseken nem lehetett, tehát ugye már annak is lehetett örülni valamilyen szinten, hogy egy védekezés váltással olyan helyzetbe kergettük az MTK-t, hogy időt kellett kérnie mindenféleképpen, mert ugye egymás után 3 labdát szereztünk a 3-2-es zónánkba, de természetesen ugye időt kért, és ugye vannak annyira rutinosak és jók, hogy rögtön megtalált ennek a zónának is az ellenszerét. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó mérkőzés játszottunk, az ellenfeledzőnek is az volt a véleménye, hogy ez egy színvonalas jó mérkőzés volt, annyira az egészben a hátulütő, hogy nem ülhettük egyőztesen a pályát, de hát ez már a mérkőzés előtt is benne volt. Én azt mondom, azokból kell táplálkozni, ami jó volt ezen a mérkőzésen, azokat kell tovább valamilyen szinten fejleszteni, és abból kell építkeznünk a következő mérkőzésekre, és így kell nekindulnunk majd a rájátszásnak. Egy meccs még hátra van az alapszakaszból, a Kislenke otthonában lép pályára a csapat, de ez gyakorlatilag formalitás, hiszen a második hely biztos a keleti csoportban, sőt már megvan az első ellenfél is. Mi lesz a levonítás további rendje? Így van, tehát a Kislenkéhez megyünk. Én úgy gondolom, hogy azért bármi is történik a Kislenkétől, nem lenne szabad kikapnunk. Egy esetleg vereség is egyébként nem akadályozza meg azt, hogy a második helyen végezzünk, hogy ez olyan szempontból jó nekünk, hogy akkor 2 tudunk hazai pályán játszani majd a következő mérkőzéseken. Ugye egyértelmű, tehát az első 4 az keresztjátékot játszik, 1-4-2-3, és mindig aki előrébb végzett a bajnokságban, tehát mondjuk a kelet második lettünk, és a nyugat harmadikkal fogunk játszani, és így nekünk jutott az a szerencse, hogy mi fogunk 2 hazai pályán mérkőzést játszani, hát legalábbis remélem, hogy ez a mi esetünkben ez szerencse lesz, és nem hátráltatni fogja a lányokat. Ugye a nyugat az már befejezte a mérkőzéseket, tehát ott most egyértelművé vált az előző fordulóban, hogy a Tatabánya fog a harmadik helyen végezni, mert ugye ő egy olyan meglepetés vereséget szedett össze Tatán, vagy ki tudja, lehet, hogy rutinból szedte össze, mert éppen velünk szeretett volna játszani, tehát ezt már most azért is senki nem fogja tudni megállapítani, hogy mi történt és mi nem, és így valószínűleg a Tatabányával kezdünk el mérkőzés játszani. Ez nem is tudom, hogy jó vagy nem, tehát ugye a Tatabányát az utóbbi években folyamatosan, tehát gyakran vertük, most nem azt mondom, hogy mindig, mert volt, amikor vereséget szenvedtünk, de ugye itt inkább az a baj, hogy mindig a körülötte lévő nehézségek, nagyon nehéz megállapodni a mérkőzés időpontban, nagyon nehéz úgy megcsinálni, hogy egy békében, barátságban teljenek ezek a mérkőzések. Hát nem tudom, tehát most ugye nekünk ez a Tatabánya mérkőzés, ez egy ilyen sorsdöntő mérkőzés lesz, ugye ha 2 sikerül nyernünk, akkor a legjobb 4-ben vagyunk, ha nem, akkor az 5-8 helyért fogunk a későbbiekben játszani, hát meglátjuk, mi mindenféleképpen azon vagyunk, hogy
hogy a következő mérkőzést a kistenkét megnyerjük, és onnantól kezdve teljes elánnal a Tatabán jelen készüljünk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.